Szép estét kívánok, kedves nézőink, a fehérvári beszélgetések mai témája az ünnep, mégpedig az augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amelynek keretében nem adták át az állami elismeréseket, kitüntetéseket ebben az esztendőben. Ezt a közelmúltban pótolták, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kitüntetését, illetve Kásler Miklóstól ezt az elismerést, amiről beszélek, a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata elismerést Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója kapta. Szervusz, tisztelettel köszöntelek, és gratulálok mindannyiunk nevében. Nagyon szépen köszönöm, és sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Annyit hagyd mondjak el, hogy valóban Kásler Miklós úrtól vettem át a díjat, de ezt az elismerést ezt a magyar köztársasági elnök adja, úgyhogy ez mind a kettő nagyon nagy megtiszteltetés volt. Igen. Nos, mint ahogy a Jeszenszky díj, hiszen az idén lett a Jeszenszky díj, aki mestered volt. Igen, sok-sok évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ez egy csoda év lett volna mindannyiatok számára, hiszen egyrészt személyesen, a két rangos elismerés az nagyszerű, másrészt pedig 2,5 év után én azt vettem észre, hogy egyre inkább megtanulja a székesfehérvári színház kedvelő közönség azt a kortárs táncszínházat, amelynek te vagy az atya. Igen, ez nagyon nagy öröm számomra, mind a két elismerés, és azt gondolom, hogy az egy jó úton haladunk, hiszen 2 év alatt azért már elég ismert lett a Balettszínház Székesfehérvárot, illetve hát az országban is, meg most már azért vannak olyan helyek országhatáron túl is, hiszen Kassán is jártunk. Sajnos a Covid miatt elmaradt egy másik szlovákiai turnénk, de tervezzük, és nagyon bízom benne, hogy hamarosan még többet fogunk tudni játszani majd a Vörös Marti Színházban. Ez az elismerés, ez természetesen többünknek szól, ugyan én kaptam meg a Székesfehérvári Balettszínház megalapításában tevőleges részvétem okán, de ez, mint mondottam, ez nem egy one-man show, hát ez nagyon sok embernek a munkáját dicséri, elsősorban a városvezetését, aki ezt a nagyon merész és nagy lépést megtette, hogy kulturális intézményt alapított, illetve valamennyi táncművész, illetve munkatársam, akik dolgoznak ezen az ügyen. No, ugye, tehát említettük Jeszenszky Endrét, akitől a klasszikus modern technika emelés balettmetodikát is elsajátította, de André Legolszkytól, mert Metoxig nagyon sok mindenki. Igen. Ugyanakkor most nekünk az a dolgunk, hogy megbeszéljük azt, hogy milyen gondolatokkal érkeztél. Egy gondolatsor tőled, a kultúra nem egy rátét egy közösségben, az csak úgy tud jól és igaz módon működni, ha integrálódik, ha szerves részévé válunk egy közösség kultúrájának, ha azt képezzük le. Annak tükrében, hogy Székesfehérváron a balett egy ismeretlen műfaj volt, azt hiszem, hogy egy óriási eredményt értetek el, illetve egy kicsit előzzük meg ezt, milyen gondolatokkal érkeztél, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan helyen teremtetted meg ezt a műfajt. Számtalanszor indultál az alapoktól. Tehát azért volt már múltja ennek a missziónak, mert nevezhetjük nyugodtan annak. Nem sorolom fel a városokat, de számtalan helyen. Viszont mindig nehéz újrakezdeni és megfogalmazni, hiszen időközben múlik az idő, 21. században vagyunk végtére. Hát igen, de ennek az is az előnye, hogy talán az ember sok tapasztalatot szerez, és hát itt csúcsosodott ki az én pályafutásom. Remélem még hosszan fog tartani, de tulajdonképpen ilyet még nem csináltam, és hát 40x néhány év óta ilyet Magyarországon senki nem csinált, egyetlen város sem, hogy alapít intézményi keretek között működtetve egy balettszínházat. Ez egy nagyon nagy dolog. És valóban az az arszpoetikám, és ezzel az elképzeléssel érkeztem a városba. Most már majdnem 4 éve lakunk itt, hiszen egy hosszú előkészítési folyamat előzte meg a Székesfehérvári Balettszínház megalapítását, hogy mi szerves része kell, hogy legyünk a kultúrára, a város kultúrájának, illetve életének. Ez borzasztó fontos, hiszen egyfelől leképezzük ezt az életet, ami Fehérváron zajlik, illetve hát a világot leképezzük, de nagyon fontos számomra, hogy azok a művészek, akik itt dolgoznak, egyébként nem is tehetnek másként, hiszen minden reggel 10 órakor a Rudnál állnak,
őket megismerjék az utcán, meg lehessen szólítani őket, akár a balettről, vagy az élet bármely dolgáról, és ezt meg is teszik szerencsére egyre többen, de én még mindig elégedetlen vagyok, tehát gyors, nagyobb léptekkel szeretnénk haladni, hogy ehhez pedig az kell, hogy minél több előadásunk legyen, a mostaninál több, hogy egyáltalán nem is az a legfontosabb, hogy menjen ülnek be egy előadásra, persze ez is nagyon fontos, de az, hogy oda ki legyen írva a Vörösmarty Színháza, illetve a weboldalakon, a különböző websájtokon, hogy székesfehérvári balett létezik, előadásokat tart, és egyre többen ismerjenek meg bennünket, hiszen így lehet közönséget generálni. Azt nem állítom, hogy a fehérvári művészetkedvelők zöme kapásból mondja, hogy Krisztina Porrez Mormeneo, vagy Gabriel Luis. Hál' Istennek egyre többen egyébként. Dávid, viszont az a tapasztalatom, hogy egyre többen. Ez így volt a többi városban? Itt most hagyjuk Prágát egy kicsit, de ugye a Pécsi Balett és a Debreceni Balett társulat vezetőjeként is dolgoztál. És a magyar balettet ezt most ebben az értelemben hagyjuk. De mi kell ahhoz, a tapasztalatod nyilván megvan ahhoz, hogy megszeresse azt a különleges kortárs táncművészetet, az emberfia, amit a társulatot képvisel? Nagyon jó, hogy ezt említed, és kimondtad, hogy kortárs táncművészet, táncszínházat. Ez egy önálló, létező, egzisztáló műfaj. Az, hogy táncszínház, az önálló színházi műfaj. A színházi műfajok között az egyik. Mégpedig egy nagyon erős, ugye, én szoktam volt mondani, hogy a szavak véget érnek, ott kezdődik a tánc, amit nem tudunk szavakkal kifejezni. Nézzünk meg egy stresszes helyzetben lévő embert, rögtön gesztikulál, gyerekké válik. Azzal sokkal erőteljesebben ki lehet gondolatokat, az én meglátásom szerint, ezért lettem táncművész. Teljesen más a helyzet Székesfehérváron, és teljesen más a helyzet például annál a South Bohemian Balletnél, amit én Budweisban vezettem 6 évig, vagy akár a Pécsi Balettet, amit 3 évig voltam a művészeti vezetője. Ezek már egzisztáló együttesek voltak. Nem kellett megismertetni a műfajta. Volt egy közönségbázis, eleve. Azt csak folytatni kellett, vagy újra kellett építeni, mint a Pécsi Balett esetében az én időmben. De a zöldmezős beruházás az egy más történet. Tehát amikor teljesen ismeretlen, ahogy mondottad valami, és az alapoktól kellett, tehát amikor leásunk először a földbe, aztán leüntjük betonnal. Tehát ilyet még én nem csináltam, de mint ahogy mondottam, több mint 40 éve senki nem csinált Magyarországon, és a világban nem tudok most olyat, hogy az elmúlt 20-30 évben, még egyszer mondom, intézményes keretek között bevállal egy város, és fejleszti a kultúráját. Ez egy nagyon nagy formátumú lépés volt a városvezetés részéről, ebben nekem bele kellett állnom, és ilyet mondom, még nem csináltam, ez teljesen pilot program, szokták volt mondani, úgyhogy menet közben tanuljuk. Értem. A balettművészek tudják azt, amikor ide szerződnek, hogy milyen elvárások vannak velük szemben? Abszolút, abszolút tisztában vannak vele, érzik ennek a súlyát, felelősségét és a felemelő érzését, tehát tapasztalják, hogy ez milyen felemelő érzés, hiszen leszerződni egy már 60 éve működő társulathoz, vagy akár 25 éve működő társulathoz, az nem ugyanaz, az eufória, mint alapító tagnak lenni egy társulatba, vagy egy fiatal, abszolút fiatal társulathoz csatlakozni. Abszolút tudatában vannak ennek, és ennek szellemében dolgoznak. Ugye idézzük fel, egyszer azt mondtad Jeszenszky mesternek, hogy én hazaérkeztem. Mondhatjuk a társművészetben, így két esztendő után, hogy hazaérkeztél? Akkor úgy közel, hát 35-36 évvel ezelőtt hangzott el ez a mondat, akkor hazaérkeztem a táncművészet otthonába, és most pedig hazaérkeztem Székesfehérvárra, hiszen itt van az otthonom, itt élek, úgyhogy mindenféle szempontból. És itt kettő az egyben van, hiszen hazaérkeztem egyrészt a városba, amíg befogadott bennünket, és ez nagy örömmel tölt el, és hazaérkeztem ismételten a táncművészetbe, úgyhogy nagy öröm számomra. Ugye azt mondod te, hogy az a művészeti ág, amit én is művelek, abban nagyon fontos a szókincs, a technika és a tánctechnika. Ez így igaz. Annál is inkább, hiszen most még egyszer azért erősítsük meg, hogy ez nem klasszikus balett, hanem kortárs táncszínház. Ez nagyon fontos kimondani, mert ha valaki meghallja azt, hogy balett szó, és ez inkább a klasszikus értékekre való, a balett kifejezés a mi elnevezésünkben, a klasszikus értékekre való építkezés. Úgy, mintha van egy régi ház, ami egyébként nagyon jól meg van építve, és kortárs szellemben
modernkori gondolkodással ráépítenek különböző rétegeket, emeleteket, vagy akár mellé építenek a várostervezők. Ugyanúgy mi használjuk a klasszikus balett elemeit és technikáját, és meg annyi más kortárs tánctechnikát, de a lényeg az még mindig nem ebbe rejlik, nem persze nagyon fontos a nyelvezet, hanem hogy mit akarunk mondani és miként. És hogy színházat teremtsünk, azaz katarzist, azaz drámát a tánc és a mozgás által. Ugye még idézzük meg azt az időszakot, amikor megérkeztetek ti öten, négy. Ki is volt az a négy? Ugye Krisztina természetesen, Dávid, Louise, és a két cseh barátunk, akinek szégyen szemre mindig elfelejtem a nevüket. Nem volt még spanyol táncos is, hát a Fernando jött velünk, a Graziano Bon Giovanni jött velünk, és a francia lány Marie érkezett velünk. De mint mondtam, társadalmat építeni a nulláról, az mindig fluktuációval jár. Ezt nem sokan bírják, illetve azok, akik maradtak a társulatnál, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy 90%-ában állandó a társulat, tehát ennyi idő kellett. Egyébként én 5 évre terveztem, hogy 5 év alatt egy erős társulatot létetünk hozni, ez 2 év alatt megtörtént. Természetes módon, a dolog természetétől adódóan fluktuáció volt az első időszakban, most is van. Egyébként minden balettársulatnál vagy kortárs táncszínháznál van fluktuáció, hiszen ez egy nagyon rövid pálya, és a táncosok ki akarják próbálni, többségük is szeretné próbálni magát más társulatoknál is, és ez teljesen normális a mi esetünkben, de az is biztos, hogy egyre kevesebb a fluktuáció, hiszen egy olyan társulatot szeretnék, aki több évig tud, táncosok több évig tudnak együtt dolgozni, mert akkor lehet komoly eredményt elérni. A tánc iránti szerelem átíveli a társadalmi konvenciók határait. Ez egy olyan mondás, amit azért idéznék, mert hogy az minden csak nem konvenció az általad koreografált darabok. Ez mennyire ciki néha? Gondolok itt elsősorban, ugye rossz szó ez a ciki, de mennyire nagy kihívás meg nézőt rábeszélni arra, hogy próbálja megszokni először is. Hát ezt meg kell tanulni, nézni. Másként van, nem úgy indulok én ennek neki, hogy én bármire és bárkit rá szeretnék beszélni. Ezt nem lehet, ebben nem hiszek. Valami világot és egy kifejezés formát oda teszünk az asztalra, oda teszünk a színpadra, és megmutatjuk, hogy ezek vagyunk mi, ezt csináljuk. Minden művészeti alkotáshoz kell, hogy legyen egy kulcs, amivel be tudok menni, és értem azt a nyelvezetet, vagy azokat a kódolt üzeneteket, amiket egyes művészeti alkotás, vagy egyes balett rejt. Ha az a kulcs, ami épp a néző kezébe van, nem nyitja, az nem a kulcs hibája, nem a néző hibája, és nem a darab hibája. Egyszerűen az a kulcs, ő neki azt nem nyitotta ki, de azért nem kell föladni, mert el kell jönni még egyszer, vagy javaslandó eljönni még egyszer, és akkor lehet, hogy egy másik darabba már az ő kulcsa passzolni fog, és akkor viszont minél több ajtón bejön, minél több darabot megnéz, megtanulja, hogy ezt a csúnya szót használjam, mert nem találok jobbat, milyen nehezen megy a beszéd, ugye, amikor a tánccal sokkal exaktabb módon tudom magam kifejezni, de képes beszédbe élve, egyre több szobába megy be a darabokon keresztül, és egyre jobban élve, mélyebb rétegeken fogja őt megérinteni, szórakoztatni is egyébként, és tartalmasan elgondolkodtatni. Egyik nem zárja ki egyik a másikat. Ennek tükrében választasz darabot is? És nagyon sok mindennek a tükrébe, amikor én, mint koreográfus, most már az egyre többet dolgozunk vendégkoreográfussal is, de ennek a tükrében, hogy téged idézelek, készítem a darabjaimat, meg még nagyon sok másnak a szellemiségében, és ennek a szellemiségében választok vendégkoreográfust is. Ez egymásra épül. Kicsit idézzük fel, hogy milyen darabok voltak az elején. Tehát ahhoz, hogy megismerjék ezt a táncszínházat, ahhoz olyan darab kell nyilvánvaló, ami vonzó, közönség vonzó. Ez így is történt. Ami nagyon fontos, azt szeretném, ez nagyon fontos kérdést tettél fel, vagy témát érintesz, hiszen a repertoár az tudatosan szerkesztett. A darabok nem épülnek egymásra, egymás mellé épülnek, és akkor lesz egy város. A házak nem egymásra épülnek, az Japánban van, hogy mindent egymásra épülnek, mert ennyi kevés a hely. Hál' Istennek, itt reményem, sok helyünk van, sok időnk van még, tehát egymás mellé építünk darabokat. Vannak, ahol összeérnek hidakkal ezek az épületek, ezek a daraboknál vannak átfedések, de leginkább én szeretnék originál, eredeti darabokat színpadra vinni, és nagyon fontos eleme a repertoár szerkesztésnek részemről az, hogy legyen mindig a repertoár cselekményes darab, tehát történetmesélő darab,
Illetve ezeket mindig irodalmi hasonlattal, táncnovelláknak, táncdrámáknak titulálom, de legyenek táncversek is, amiknek nincsen cselekményük, de nagyon sok cselekményt kibontanak az adott nézőben, és mindegyikben akár más vagy hasonló cselekményt egyénre szabott. Ezek a versek, ezek a táncversek. Tehát van már olyan, hogy ránk bízott, hogy gondoskodjunk önmagunkról? Mármint a fejünkkel? Felnőtt emberek, de a gyerekek is sokszor felnőtt emberek. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeket nem szabad ugye lebecsülni, ők sokszor sokkal több mindent meglátnak, mint a felnőttek, és azok a felnőttek, akik gyerek szemmel, gyerek szívvel ülnek be a színházra, gyerek felnőttek, azok tudnak igazán élményt kapni, akiknek nincs elvárásuk. Azt ott hagyják a ruhatárba, és átadják magukat a darabnak, aztán az vagy magával sodor őket, vagy nem. De nagyon fontos az, hogy az, aki színpadra teszi a lábát, akár előadó művészként, vagy darabot tesz, ez lehet színdarab, lehet táncszínház, vagy bármi, előadó művészet, az magát adja. Nem megfelelni akarjon egy elvárásnak, mert az biztos, hogy nem fogja megéríteni a nézők. Intellektuálisan lehet, hogy hatni fog rájuk, de elnézést a kedves nézőktől, egy régi mestert idézek, Roboz Ágnest, nagyon egy karaktertáncmester volt, alapító tagja a Balettintézetnek, aztán Hollandiában nagyon sokáig tanított, és azt mondta nekem, hogy minden egyes darabnak Attila, és csakra pontokat mutatott, három helyen kell igazából megérinti a nézőt. Itt, ugye intellektuális szív, itt, és a gyökér csakra. Ha csak egyik hiányzik, már nem teljes a kép. Tehát, és ezt úgy lehet elérni, hogy az ember saját magát adja alkotóként, előadó művészként, és akkor remélhetőleg célba ér minél több nézőnél. Ez az elvárás, hogy ezt a metódust megismerjék, ez ott van a táncosok előtt is. Vagy ez természetes, hogy ők, de ők se így születnek. Senki nem úgy születik, hogy táncos lesz, vagy orvos lesz, azért dolgozni kell. A tehetség az sokszor félreértelmezik. Azt gondolják, hogy adottság. Valakinek ide megy a füléig a lába, vagy 15 piruettet forog, az még nem táncművész, az csak megtanult táncolni. Olyan, mint a zenésznél, aki, én mindig szoktam kérdezni a zenészeket, ha jönnek segíteni nekünk korrepetálni. Te zenész vagy csak ember, aki megtanult zongorázni, mert a kettő nem ugyanaz. Tehát a tehetség az nem abból áll, hogy adottságok vannak, andőr kifelé áll a lábam, az nagyon jó dolog, de az egy adottság. A tehetség az, hogy az adott adottságommal, mely lehet sokkal szegényesebb, én hogy tudok bánni, mit tudok vele kezdeni. A tehetségnek minden nap enni kell adni, mert különben éhen hal. Tehát azért dolgozni kell, azt nem a szél fújja oda. Ezek a táncművészek napi 6 óra fizikai, mentális munkát végeznek, reggel 10-től délután 2-ig, és 3-tól 5-ig. Tehát ez egy nagyon komoly erőpróbai, és 100%-kal kell jelen lenniük. De ők ezt imádják, szeretik, ezt választották az életükbe. Hiába mondom nekik, hogy a régi kínai mestert idézve, hogy vigyázz, hogy mit kívánsz magadnak, mert megkapod. Ők rendületlenül jönnek, és nagyon színes egyéniségek. Úgyhogy a mi táncosaink képesek nagyon erőteljes színházat létrehozni, pont azért, mert különböző karakterűek, de nagyon erős karakterűek. Tehát a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár. Így van. És ez csak így jó. Beszéljünk a Carmenről, hiszen itt a végén, hiszen most láthatjuk, bár a homokrajzokat már láthattuk, de a Carmen ez egy új gondolatsor, és ráadásul Alexander Ekman mű is bemutatkozik, Matilde van der Mirendonknak a betanítása, illetve Krisztina Porezmormen betanította a teljes darabot, és az asszisztens utána. Már volt alkalmunk látni, és a Paletta magazinban be is mutattuk a Carmen bemutatóról szóló rövid tudósításunkat, de beszéljünk előre a darabról, mert a Carment mindenki ismerni véli. Ugyanakkor igen, de annak sok olvasata van. Táncszínházi előadásban nem hiszem, hogy sokan látták, és ez valami egészen különleges. Honnét van az indítatás, hiszen te koreografáltad, hogy egy ilyen darabot így módon mutass meg nekünk? Hát ezt nagyon nehéz szavakba önteni, hogy honnan van az indítás, mint a szakástól azt kérdezik, hogy ezt a mesterművet mi indította. Nagyon sok minden, onnantól kezdve reggel fölkelt, nem tudott belebújni a papucsába. Tehát nagyon sok minden. Az, hogy miből tevődik össze, mi az alkímiája az alkotásnak, azt én most itt nem, meg a műsoridő talán nem is elég erre, de egyébként érdemes erre időt szállni, erről beszélni. De a Carmen számomra is egy borzasztó fontos mű. Egyrészt a zenéje miatt is, hiszen a Bizet zenéjét Szedrin táncvitté gyúrta, alakította, sok ütős hangszerrel
isteni tánczene, ez egy 45 perces mű, és hát itt ez maga az élet, ez a szerelemről, a halálról, minden darabom erről szól, a szerelemről, a halálról, a férfi-nő kapcsolata, emberi kapcsolatok, és a Carmenben ez mind benne van. No, hát ez volt ez a beszélgetés. És azért egy utolsó gondolat tőled, amivel beköszöntél itt nekünk, az embernek először meg kell tanulnia saját magát szeretni, hogy másokat is szerethessen, és engedhesse, hogy mások is szerethessék őt. Ez nem könnyű olykor. Ez nem könnyű dolog, és én köszönöm minden székesfehérvári nevében, hogy a táncosaid és te magad is engedett, hogy szerethessünk titeket, és azt hiszem, hogy ezt az előadásokon is bizonyítjuk, ha mással nem tapssal. És még egyszer gratulálok az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója volt a vendégem. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.